Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió decemberi híradóját láthatják. Először mesét vetítünk, majd ezt követi sport összefoglalónk, és legvégül a híradót sugározzuk. Köszöntöm a kedves nézőket, az évad utolsó sportműsorát láthatják. A kosárlabdázók és a sakkozók kivételével mindenütt téli pihenőre vonultak a játékosok, ezért felkértük a szakosztályvezetőket, illetve az edzőket, értékeljék az idei évet. Kezdjük rögtön a legtöbb csapatot foglalkoztató labdarúgással, ahol Gungl László szakosztályvezető értékelte az idényt. Minden jó, ha jól vége mondhatnánk a megye egyes csapatnak, a foci csapatnak a szereplésére, hiszen hullámzó teljesítményt követően végül is odaértünk az ötödik helyre, és 5 pontnyira van az első helyzet Nagy Árpád. Hát lehetett volna jobb a vége is, most a jó megnézzük ettől az utolsó mérkőzéstől, ami egy elmaradt mérkőzés volt, az alapján egy kicsit be tudtunk állni ebbe az ötödik helybe, de hát ez várható volt, hogy ezt tudjuk hozni, ezt az utolsó mérkőzést, mert papírforma alapján ezt nyerni kellett volna. Sajnos volt egy olyan időszakunk a verseny időszak alatt, hogy az első mérkőzést azt tudtuk hozni, a második mérkőzésen egy nagyon, hát úgy mondom, súlyos, megalázó vereséget szenvedtünk, utána fölállt a csapat, és volt egy 5 mérkőzéses sorozat, ahol jó teljesített. Akkor ott voltunk a nagyon jó első-második hely környékén, és utána megint bekövetkezett egy hullámbölgy, amikor visszaestünk. Most ez hozzátartozik, hogy azért ritka dolog ilyen szinten, meg nem csak ilyen szinten, hanem magasabb szinten is, hogy egyszerre ilyen komoly pozícióba, ilyen komoly sérülés hullám éri egy csapatot, és ezek mind meghatározó játékosok voltak. Itt sorolhatnám föl, most itt van éppen előttem, hogy kicsit készültem erre az egész dologra, hogy volt olyan sérülés hullámunk, ami több hétig tartott, hogy Takács, Csobot, Ángyán, Dezső folyamatos sérüléssel küzdött, és ez kihatott a csapatra. Most ez is hozzátartozik, hogy azért, aki jó szemmel figyelte a csapatnak az összeállítását, hogy ilyen neveket hallott folyamatosan, hogy Bút, Inhof, Dénes, Régül, Kók, Botos. Tehát egy nagyon fiatal csapat, amilyenké, nagyon sok hirtelen 17-18 éves játékos került bele, hát és őnek ennek ilyen hullámzó teljesítményük van. Dicséretes a fiataloknak a helytállása, de terveznek-e már, vagy van valami terv azzal kapcsolatban, hogy kiket szeretnének igazolni az új posztokra? Terveink vannak, próbálkozásaink vannak, előre haladott tárgyalásokat folytatunk 3-4 játékosra. Ez nem jelenti azt, hogy mind a 3-4 le lesz igazolva. Ha ezekből lesz igazolva, ez valószínű úgy fog történni, hogy a keretünknek a létszám az nem fog nőlni, hanem meg fogunk válni játékosoktól, de amint az előbb is említettem, ezektől a fiataloktól és a pécsvárdi helyiektől nem vagyunk hajlandó megválni. Melyik az a poszt, ami erősítésre szorul? Ha szorul, támadósorba kell nekünk komolyan erősítenünk, mert azért azt látta mindenki, az egész közönség, aki lejárt minden héten a mérkőzésre, hogy ott vannak nekünk gyöngébb dolgaink, középpályára is kellene erősítésünk. Védelemben nem biztos, de az majd az idő adja meg, hogy kell vagy nem kell. Azért ne feledkezzünk el a megye 2-es csapatról sem, akik erős középmezőnyi csapattá váltak itt az idő folyamán. Velük mi a helyzet? Hát igen, aránylag elég jól működtek, nagyon nagy hiányérzetem van belőlük, mert azt szerettük volna, a megye másodó, annak idén megye 3. osztályú, fölkerült megye másodosztályi csapatból, 3-4 játékost edzett egy jó ideig a megye első osztályi csapat keretén, de hát különböző okok miatt nem tudták vállalni, hogy játszanak fönt. Most az is hozzátartozott ehhez az egészhez, például Zsári Attilának az esete, ő végigedzett igazából a megye első osztályi csapatnál, de hát sérülése gátolta, hogy fönn tudjon játszani állandóan. Zárásként azért nagyon fontos megemlítenünk az utánpótlást is. Hogyan zártak a serdülőink és az IFI játékosaink? Hát kezdeném a serdülővel. A serdülő az 11. helyen zárta a 14-es mezőnyből.
Most ott is azt tudni kell, hogy önállók felé állomlás történt, egy új csapat kiépítése folyik, idő kell hozzá, ezek a kisgyerekek, neki idő kell, megszokják a futballt, megszokják a játékot. Az ifi csapatról teljesen más véleménnyel vagyok. Sok játékos föláramlott, Sós Attila lett az ifjúsági csapatnak az edzője, meg vagyunk elégedve az ő tevékenységével is, mint Kajos Árpádéval, a Serdülő csapatát edzőjének a tevékenységével, de az ifi csapatnál most megint azt tudnám elmondani, hogy körülbelül a vezetőség úgy látja, hogy van 3-4-5 olyan játékos, mint itt az elején felsorolt, amit ezeket a múlt Inhofkók nevezetű játékosokat, meg stb., akik 2-3 éven belül ők is oda föl tudnak érkezni az első, a megye első csapatnak a keretébe. Név szerint kik ők? Ki lehetne őket emelni? Ki lehet el? Szabó János, Tóth Adrián, Galgóci Laci, Breitenbach, Balázs, és még van még egy-kettő, akit most hirtelen nem jut az eszembe, de nagyon jó kis társaság, nagyon jó edzővel, nagyon jó összefogva, nagyon jó dolgoznak. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a labdarúgó szakosztálynak. És köszönjük. A Valentai Csaba vezette női MB2-es kézilabda csapatunk stabil középmezőnybeli csapattá vált az idény során. Az edző összegezte az eredményeket. Egy forduló van még vissza az őszi szezonból, és a csapata jelenleg a 6. helyen áll. Mennyire felel meg ez az idény elejé várakozásoknak? Hát ez várható volt, hogy meg fogunk gyengülni, miután ugye két ember leállt, akik terhes. Azon kívül az új igazolások közül az egyik ember a 3. forduló után megsérült, tehát Isten igazából mondjuk körülbelül a várakozásnak megfelelő a helyezésünk. Melyek voltak a kulcsmérkőzések, amelyek fontosak voltak? Sikerült a rangadókat hozni, illetve az alsóbb régiók elleni csapatok ellen győzni? Hát az a kulcsmérkőzések, Isten igazából az a baj, hogy pont hazai pályán ment el két olyan mérkőzés, a Kodár Mösszöny és a Mohács, ami hát azért hazai pályán illett volna megnyerni. És hát ami a idegenbe, amit lehetett hozni, azt hoztuk tulajdonképpen, hanem ez a hazai pályán, ez az 5 vesztett pont, ez nagyon sok. Az ifi nagyon kiemelkedően szerepelt a hétvégén. Velük mi a helyzet? Hát az ifjúsági csapat az tavaly óta van úgy zömmel együtt. Hát ő rajtuk látszik azt, hogy azóta edzenek rendszeresen, tehát addig azért az iskolai szinten az nem olyan szintű munka, mint amit itt végeznek. Több olyan játékost is láttam, aki az ifiből felkerült a felnőtt csapatba is. Kik ők? Hát ilyen több is van, és folyamatosan próbálgatjuk őket. Hát tulajdonképpen név szerint is mondhatom, hát a barát, tehát van egy Nádasdi kompánia, Isten igazából, tehát ott a Barátbrégi Szatmári Réka, akik ők, és hát most a Hetényiek közül is van már kettő, aki többé-kevésbé rendszeresen játszik, és hát akik még a pécsi fiatalok, akik még játszanak az ifjúban. A felnőtt csapatban kik azok, akik húzó emberek voltak az ősz folyamán? Hát tulajdonképpen a kapusok, akik azt mondhatom, hogy azért a várakozásnak megfelelően teljesítettek, akkor az új igazolások közül kettő is, a Gazdag Móni és a Patko Anna Mária, hát a Gál Petra, aki hát szinte tudom, egy mérkőzése volt talán, ami úgy gyengébb. Talán az átlövő pozícióban voltak ilyen hullámzó teljesítmények, volt, amikor kiemelkedő, de volt, amikor bizony tudom, nem tudtak hozzátenni, vagy keveset tudtak hozzátenni, inkább így mondanám. Mit lehet várni majd a tavaszi szezontól? Mint említette, voltak ezek a sérülések, kell-e igazolni játékosokat? Hát az az igazság, hogy amilyen poszton, tehát ami hiányposztunk, Isten igazából átlövő, ez a megye többi csapatára is jellemző. Én abban bízom, abban hiszek, hogy egy alapos téli felkészüléssel fel lehet a csapatot gyorsítani, és hogyha agresszívabban, dinamikusabban tudjuk a támadójátékunkat
játszani, és a védekezésünk összeszedettebb lesz, akkor én úgy gondolom, hogy ez a játékos anyag is alkalmas arra, hogy előrébb lépjen. Mint az elején említettem, a hatodik helyen áll a csapat. Mi a célkitézés az idény végére majd? Hát körülbelül ugyanez, mert én úgy érzem, hogy most lényegesen kiegyensúlyozottabb vált a mezőny első fele, tehát 6-7 olyan csapat van, aki azt gondolom, hogy hát hazai pályán minden, aki veszít, az hátrányba kerül. Hazai pályán ezeknek a csapatoknak mindenkit meg kell tudni verni. Aki hazai pályán egy mérkőzést bukik, az bukott, és most, mert itt az idegenbeli mérkőzéseken fog ez eldőlni, és hát nekünk mondjuk egy kicsit rosszabb lesz, mert 6-szor megyünk majd idegenbe, és 5-szor játszunk csak ide-haza. Reméljük majd a későbbiekben elkerülik a sérülések a csapatot, és további sok sikert kívánok a tavaszi szezonban és az utolsó fordulóra. Köszönjük szépen! Egyre több szerepet kapnak a fiatalok megyei egyes sakcsapatunkban. Az idény gondjairól, illetve sikereiről Lantos Levente nyilatkozott. Nem kezdődött igazán jól a megyei egyes sakkbajnokság a Pécsváradt csapata számára, hiszen az alsóbb régiókban tanyázunk, de hát mi a véleménye erről a szakosztályvezetőnek? Sajnos az idei évet ott kezdtük, ahol a tavalyi évet abba hagytuk. Tavaly sajnos csapatunk utolsó helyen végzett, az erősen megcsappant létszámú mezőnyben, ahol 7 csapatból 7-ek lettünk. Sajnos a tavalyi szezonban a felnőtt csapatbajnokságot egyszer félbeszakították szabály értelmezési viták miatt, és emiatt több csapat is visszalépett a bajnokságból. De pécsváradiak ebben nem voltak érintve, úgyhogy mindig is becsületesen küzdöttünk, és mindig a sportot tartottuk szem előtt. Utánpótlás terén nagyon jól állunk, úgy hallottam, hogy a fiatalok viszik a prímet a felnőtt csapatban is, illetve nagyon sikeresek a korosztályos versenyeken. A felnőtt csapatban is folyamatosan 6-7 ifi játékossal szereplünk, a legjobb pontszerzőink között is megtalálhatóak az ifik. Tavalyi szezonban részt vettünk az ifjúsági csapatbajnokság sorozatában, Baranya megyében második helyen végzett a Pécsváradt csapata. Rendeztünk egy ifjúsági versenyt is, Aranycipó Kupa néven, ahol évek óta folyamatosan 60-70 résztvevővel bonyolítjuk le ezt a versenyt. A megyei diákok olimpiai küzdelmeiben hagyományosan a pécsváradiak jól szerepelnek. A felső tagozatos lányok megnyerték a megyei diákolimpiát, és az országos versenyen is 17. helyezést értek el. Az egyéni diákolimpia küzdelmeiben pedig 3-an is megnyerték a korosztályuk versenyét. Ők részt vettek az országos bajnokságon is, ahol Cseh Anna Mária 6. helyet ért el az országos vetélkedésben. Az egynapos ifjúsági versenyek mellett idén nyáron már többnapos versenyeken is részt vettünk, Pécsen a Sólyom kupán, ez egy ifjúsági verseny, és a nemzetközi sütőkupán, ahol a felnőttek mezőnyébe dobtuk be az ifjúsági játékosokat. Ezek a versenyek abban különböznek a már megszokott versenyektől, hogy itt naponta 5-6 órát sakkoznak, szemben az egynapos versenyekkel, ahol 5-6 óra alatt lebonyolítják az egész versenyt. Úgyhogy ez elég kemény megpróbáltatás. A idei évben ismét elindult ez a megyei ifjúsági csapatbajnoki sorozat. Eddig egy fordulón vagyunk túl. Ősszel a Janus Pannonius gimnáziumban rendezték a Janus kupát. Úgyhogy idén ez volt az első versenyünk. Rengeteg eredményt és versenyt említettél. Kik azok név szerint, akik tényleg nagy reménységei a pécsváradi sakk csapatnak? Említettem a megyei egyéni diákolimpia küzdelmeit, ott Györkő Tímea nyert, Rein Viktor és Cseh Anna Mária saját korosztályában. A nyáron megrendezett Sólyom kupán Rein Viktor ért el a legjobb eredményt, és a sütők kupán is Rein Viktor saját csoportjában mind a két versenyen a legjobbak között végzett. Őt külön ki kell emelni a tavalyi felnőtt csapatbajnoki küzdelmekben elért eredménye alapján is, ahol a második legjobb pontszerző volt a csapatban. A felnőtt csapatban kit lehetne kiemelni? Hát, mint ahogy említettem, Rein Viktort, és hát, mint jó magam, mint legjobb pontszerző szerepeltem, de
tulajdonképpen dicséretet érdemel az összes ifjúsági játékos, akik nem ismernek kegyelmet a felnőtt mezőnybe se, és kerülik mindig a szalonra, amit mindig éles játékot produkálnak minden egyes fordulóba. Úgy tudom, hogy Janusz Kupának egyszer Pécsvárad is otthont ad majd. Ez mikor lesz? Janusz Kupának nem is, hanem a pécsváradi fordulót mindig Aranycipó Kupa néven rendezzük meg. Ez hagyományosan a kora tavaszi időpontban tartjuk. Hát reméljük, hogy egy feltámadás segítségével sikeresebb lesz majd a pécsváradi sakcsapat, és további sok sikert kívánok a fiataloknak is. Köszönöm szépen. Rengeteg érmet szerzett a pécsváradi küzdősport szakosztály. Így Dorzsakovics Ferenc szakosztályvezető elégedetten állhatott a kamera elé. Befejeződött a 2003-as idény a pécsváradi küzdősport szakosztályban. Hogy értékelnéd az idei évet? Hát az idei év az nagyjából fejeződött be. A Thai boxban még van, volt az Európa-bajnokságunk, ahol egy aranyérmet sikerült szereznünk. Azt hiszem, hogy az a legkomolyabb eredmény, amit az idén sikerült produkálnunk. A Shaolin Kung Fu magyar bajnokságon azon az eddigi fordulókon nagyon jól szerepeltünk, tehát gyakorlatilag a versenyzők közül kettőnek nem sikerült dobogon végezni, de még egy fordulónk lesz vissza ebből decemberben. Még egy versenyünk van, és akkor záródik. Akkor tudok végleges eredményt mondani. A tavalyi évhez képest volt előrelépés, vagy nem? Hát a tavalyi évhez képest nem sikerült előrelépést. Gyakorlatilag produkálnom, de hát most Európa meg világbajnoki címeket überelni nem tudom, hogy mivel tudnék még. Ez igaz. A pécsváradi utánpótlás a tavalyi évhez képest növekedett. Mennyiben segítettek idén a testnevelő tanárok? Hányan érkeztek a szakosztályhoz új emberek? Nagyon sok kezdőnk van, nagyon sok kicsi, fiatalok, alsó tagozatosok, illetve megpróbálkoztunk óvodás nagycsoportosokkal is, nem túl nagy sikerrel egyelőre, de az iskola alsó tagozatától már nagyon jól tudnak a gyerekek dolgozni. A testnevelő tanároknak, hogyha ők küldték ide a gyereket, akkor köszönöm szépen. Nagyon sokszor lehet olvasni az újságban is, hogy a kicsik hozzák sokszor ezeken a Shaolin Kung Fu, illetve Thai Box bajnokságokon az érmeket. Ezzel kapcsolatban tudnál-e valami értékelést mondani? Gyakorlatilag itt Pécsváradon nagyon kevés a felnőtt versenyző. Ez nem tudom, hogy miért alakult így. Nagyon kevés jelentkező volt a pécsváradiak köréből, felnőttek közül, és egy idő után elkoptak, mivel hogy nagyon sok gyerek volt, és nem akartak gyerekekkel együtt edzeni, úgyhogy gyakorlatilag a mostani létszámunk az szinte csak a gyerekekből áll, illetve a felnőttek azok pedig azt csinálják, hogy bejárnak hozzám a pécsi edzésemre. Az a néhány felnőtt versenyző, vagy akik komolyabban akarják csinálni. Mert ugye ők már fel tudnak ülni a buszra, be tudnak jönni, és akkor ők az ottani edzést látogatják előszeretettel inkább, de azért itt is meg lehet őket azért látni. Van valami terv a következő évre, hogy még több embert ide toboroz ehhez a csapathoz? Hát véleményem szerint most 20 fő körül van a csoport létszámunk. Véleményem szerint mindenféle toborzás nélkül lesz 30 körüli létszámra fog nőni januárra, mert akkor az érdeklődés, tehát akkor a érdeklődést tapasztaltam most itt az év végén. De ahhoz a 30 főzés én már kevés vagyok egyedül. A Trömböszki Katalin, aki volt eddig a segédegyzőm, ő pedig elköltözött innen a megyéből, jó messzire, tehát gyakorlatilag ő nincs segítségem, úgyhogy most a felnőtt korú versenyzők közül fogok kiképezni új segédedzőt a segítségemre, mert így nem tudok ennyi gyereke, nem tudok úgy foglalkozni, hogy ezeket az eredményeket hozni tudjuk. Az idei sikerhez gratulálok, az idejében elért sikerekhez, és további sok sikert kívánok. Átalakult a megyei egyes kosárlabda csapatunk. A változásokról és az eredményekről Bognár Gyöngyvér szakosztályvezetőt kérdeztük. Új edző, új játékosok és új lebonyolítási módszer, ez jellemezhetné a megye egyes kosárlabda csapatot, de hát bővebben erről te tudsz beszélni, Gyöngyvér. A tavalyi évben a csapat a közönymezőnyben végzett, ennek következtében ebben az évben a felsőházba kezdhettünk.
amit mondtál, hogy sajnos az az örök lemorzsolódás most is bekövetkezett, elment az edzőnk, aki Budapesten kapott állást, viszont nagyon sok új játékos érkezett. Ezek a PVSK-nak az ifistái, akik kinőttek az ifikorból, úgyhogy egy nagyon erős játékos anyaggal kezdhettünk ebben az évben. Sajnos azt kell, hogy mondjam, pécsvárdiak is morzsolódtak le, alig található már a csapatban, bár pont mint pozitívum elmondhatom, hogy az elmúlt napokban jelentkeztek újak. A kicsiknél nagyon-nagyon jól állunk, ott nagyon sok aktív kis játékos van, de sajnos a felnőtt csapatban szívesebben látnék több pécsváradit. Ez az új lebonyolítási módszer, ez egy kicsit keményebb lesz a Pécsvárad számára, erről tudnál valamit mondani? Az új módszer lényege, az új lebonyolítási rendszer lényege az, hogy a felsőházban oda-vissza a rapa játszanak, tehát aki a tavalyi évben felsőházba került, tehát a magyar az erősebb csapatok kerültek egy csoportba, illetve az alsóházban a gyengébb csapatok. Sajnos ebben az évben nem csak az, hogy nem csak emiatt, hanem a nagyon kiforratlan csapatjáték miatt még ez idáig nem nagyon sikerült győznünk, de bízom benne, hogy kezd összecsiszolódni a csapat, összerázódni, úgyhogy remélem, hogy itt tudunk maradni, hanem akkor is töretlen lelkesedéssel fogunk játszani, és jövőre visszakerülni, de ezt hiszem, erre nem fog sehol kerülni. Mi a tervetek, hányadik hely megszerzése? A nézők mit várhatnak? Hát, amikor elkezdtük és láttam a játékos nyugot, még nagyon bíztam abba, hogy ez dobogós hely lesz, sőt, lehet, hogy abból is a jobb. Ez most arra azt hiszem, hogy eléggé porba hullott, de ettől függetlenül mindenképp szeretnénk a felsőházban végezni. Ott már majdnem, hogy azt mondom, hogy mindegy, ha ez így sikerül, akkor jövőre. Remélem, hogy maradnak most már ezek a játékosok, és nem kell évente újra és újra csapatot építeni, és akkor sikerül az első hely megszerzése. Tavaly előtt sikerült egy kupát rendezni itt Pécsváradon, tavaly nem. Idén mi lesz a helyzet? Nagyon fontolom, tehát ez nem csak rajtunk múlik, hanem a Kosárlabda Szövetségen is. Alkalma, hogy csak egyek, mert itt eddig csak a negatívumokról sikerült beszélni. A tavaly előtti kupán, ugye, ami a Baranya kupa volt, azon második lett Pécsváradon, tavaly, tehát az ez év tavaszán tulajdonképpen a bajnokság szempontjából tavaly évben megnyertük ezt a kupát, amit Mohácson rendeztek. Azt a Mohácsot vártuk meg a döntőbe, akitől idén, vagy tavaly előtt itt kaptunk ki. Bízunk benne, hogy idén megint miénk lesz ez a kupa. Most hogy álltok a bajnokságba? Helyezést tekintve? Hát sajnos a 8. helyen. Úgyhogy de lesz ez még jobb is. Az év utolsó sporteseménye a Szilveszter Kupa teremlabdarúgó torna. Az idei legfontosabb tudnivalókat Haklik Lajostól hallhatjuk. Mik a legfontosabb tudnivalók, amit a most újonnan induló csapatok, illetve a korábban már benevezett csapatoknak tudnia kell a kupával kapcsolatban? Hát én azt hiszem, hogy minden évben ugyanazt írjuk ki, ugyanazt a rendszert használjuk, 12 fős csapatok jelentkezhetnek, nincs kor határhoz kötve, tehát lehet idősebb játékos, fiatalabb játékos, az sincs benne, hogy nem játszhat NB1-es, és azért évente mindig megjelenik egy-egy olyan játékos, aki azért csalogatja a vendégeket is. Ezzel kapcsolatban milyen nevesebb csapatok indulhatnak, milyen csapatokat várnak, illetve milyen illusztrius vendégek lesznek itt, mert úgy hallottam, hogy rájuk is számíthatunk. Az első kérdés, hát a csapatokat soha nem tudom, hogy kik fognak játszani, mert mindig változik. Van egy-két törzsgárdának számító csapat, akik minden évben itt vannak a szilveszteri tornán, úgy érzem, hogy eléggé rangos tornát tudunk rendezni. Hát közönségcsalogatásképpen pedig sztár vendéget szeretnék hozni, tárgyaláson van Szejler Józseffel, a Fradi ügyvezető igazgatójával, és egy való világ képviselőjével, Pongóval. Ami a legfontosabb a csapatok számára, illetve a játékosok számára az, hogy milyen díjakat osztanak ki. Nem változik semmi a tavalyihoz képest? Ez mindig a szponzoron múlik, hogyha tudok elég jó szponzorokat szerezni, mindig nagyon nehéz bármit is összehajtani. Amit felajánlanak ajándékot, azt természetesen mindig odaadom a csapatoknak, illetve olyan játékosoknak, akik arra hivatottak lesznek, hogy megnyerjék. Reméljük, hasonló színvonalas játék lesz, mint a korábbi eltelt egy évtizedben. Hát nagyon szeretném, még talán színvonalosabbá szeretném tenni, ha már most elég nehéz lesz, mert az év vége az munkanapokkal telik,
nem tudom, de szeretném azért betölteni a csarnokot, és azért gondolom, hogy a pécsváradi közönség is szívesebben eljön az év végén már kis sportot nézni, és gondolom, hogy elég színvonalos meccseket láttak itt minden évben. Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió novemberi első híradó műsorát látják. Jó estét kívánok! Híradónkat szokás szerint az önkormányzat híreivel kezdjük. December 1-én tanácskozott Pécsvárad város önkormányzata. Az ülés témáiról és a polgármesteri hivatal elmúlt heti eseményeiről Zsáli János polgármester beszélt a Városi Televízió kamerája előtt. Polgármester úr, megszokhattuk, hogy december, akkor az mindig költségvetés. A város idei költségvetési koncepciója elkészült, sajnos beigazolódtak az előzetes várakozások, úgy látom közel 47 milliós hiány van. Mire jutott a testület ezzel a koncepcióval? De megpróbálom először az okát felvázolni annak, hogy hát ez miért 47 millió. Az önkormányzat, mint ismert, az elmúlt évben, 2003-ban, tehát azt nevezném elmúlt évnek, az intézményrendszerben mintegy 40 milliós szigorítást hajtott végre, és ezen túlmenően még a saját tartalékainkból felérünk körülbelül 30 millió forintot, tehát összesen 70 milliós szigorítást hajtott végre. A költségvetési koncepció elkészítésekor igyekeztünk egy olyan koncepciót elkészíteni, amely a 2004-es évet a 2003-assal össze tudja hasonlítani. Ezért a koncepció tulajdonképpen egy olyan koncepció, amelynek számaiban a realitások jelennek meg. A bérköltségek annyiak, amennyiek az intézményrendszerben, a dologi költségekre pedig 10%-ot a tavalyi szigorítás után, tehát a 40 millió szigorítás után visszatettünk idézőjelbe 10%-ot, de ennek az indokoltságát azt hiszem, aki bent van ebbe a rendszerbe, és talán a kívülállók is, megértik, hiszen a villamosáram, egyáltalán az élelmiszereknek, az energiahordozóknak, az áfa tartalmának a változása, ami 12-ről 15-re, illetve villamos energia esetében 12-ről 25-re változik, míg a gázárnál 40-50%-os emelés is történt egyes intézményeinknél kicsit differenciáltan, nem az intézményeket differenciálták, hanem a lekötött órakapacitás szerinti alapdíjak változnak, és ebből adódik ez a változás. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen indokoltan tettünk rá 10%-ot az elmúlt évi szigorítások után. Ezzel együtt alakult úgy a város költségvetése, hogy 47 milliós hiány mutatkozik. Még azt is szeretném elmondani, hogy a november 15-i 2003-ban körülbelül 70 milliós beruházást tudott a város végrehajtani. Ezt a 70 milliós beruházási programot ismételten betettük a 2004-es évi koncepcióba. Vannak olyan dolgaink, amik már lekötöttek, nem lehet rajta változtatni, ez több mint 40 millió forint, és a 20 millió forint, 20-25 millió forintos nagyságrendben pedig azoknak a pályázatoknak az önerejét kötöttük le idézőjelbe a koncepcióba, amelyek reményeink szerint megnyerünk az elkövetkezendő évben. Így összesen jön ki a 47 millió forint. Még egyet szeretnék elmondani, ugyanakkor a kormány azt mondta, hogy 2004-ben nem kell 13. havi fizetést fizetni a közalkalmazottaknál, tehát egy év kimarad a közalkalmazotti fizetéseknél a 13. havi vonatkozásában. Mi azért mégis betettük a 13. havit a koncepcióba, mert szerettük volna, mint hangsúlyoztam, összehasonlítani a két évet teljesen azonos paraméterekkel, és ez csak így sikerülhetett, ahogy ez a koncepció elkészült. Ez a 10%-os emelés dologi költségek vonatkozásában ez elegendő lesz a majdan még az év közepén bekövetkező áfa és egyéb energiára emelésekre is? Hát én bízom benne, hogy elég lesz, de ezt nem teljes meggyőződéssel mondom. Nagyon-nagyon félő áttekintve ezeket a számokat, hogy a 10% dologi emelés még nem biztosítja azt, amire szükség lesz a jövőbe. Nem tudom, ha egy picivel többet tettünk volna rá, akkor ugye az a mínusz 47 millió tovább növekedett volna. Igazából én azt hiszem, talán nagyon takarékos gazdálkodása az egyéb vonatkozásban, mert a fűtést a villanyt ki kell fizetni. Ez ilyen egyértelmű. Tehát más dolgokban sem lehet már nagyon-nagyon takarékos
buborékoskodni ezen, krétát meg kell venni, papírt meg kell venni, a hivatalban az ajánlott küldeményeket ajánlottan kell, a tértiveményeseket tértiveményesen kell feladni, ismerve a postai szolgáltatások emelkedését is. Teljesen indokolt a kérdésed, nagyon félő, hogy nem lesz elég, de azért bizakodjunk benne. A 47 millió az viszont továbbra is itt maradt. Tudom, a gazdasági bizottság is már többször nekirugaszkodott, képviselőtestület úgy szintén. Jutottatok-e valamire? Hát be kell vallanom, hogy 2-3 forduló után még keressük azt az utat, amelyik irányba el kell mennie az önkormányzatnak, és igazából más alternatívát nem nagyon látunk, csak a személyi jellegű költségek csökkentése maradt meg már ebben a költségvetési koncepcióban arra a feladatra, hogy a 47 milliót eltüntessük, vagy annak egy döntő részét eltüntessük a költségvetésből. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak 47 millió mínusz van, hanem a mínuszban annyi van csak, de az elmúlt évi, tehát a 2003-as évben még 10 milliós tartalékkal zár az önkormányzat, várhatóan, nem várhatóan ez így is lesz, de ez is el fog tűnni, tehát így, ha összeadjuk, akkor kb. 60 milliós az a hiány, és itt szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy összehasonlító áron számolva a 2002-höz képest 2004-ben Pécsvár város önkormányzatának 120-130 millió forinttal lesz kevesebb, ezt kell kigazdálkodni, ami mint egy 20%-os fedezett csökkenés. Természetesen ugye hangsúlyozzák nagyon sok helyet, hogy többet kaptak az önkormányzatok, ez tagadhatatlan. Szóval a közalkalmati béremelésnek egy jó részét finanszírozta az állam, de nem mindenhol és nem mindenhol azonos mértékben. A nem kötelező feladatoknál ez akár a 10%-os nagyságrendet sem éri el, ugyanakkor viszont az oktatásban is, itt elsősorban csak az iskolát emelném, hiszen máshol nem, ott pedig azért a 80-90%-ot is biztosították a közalkalmati béremelés fedezeteként. Így alakulnak azok a dolgok, amelyek Pécsvárt talán kicsit keményebben sújtják, mint esetleg más településeket, hiszen mi szabadon választott feladataink közül, ugye ott van a zeneiskola, ott van a művelődési ház, könyvtár, sport, hadd ne soroljam végig, gondozási központ, amelyek mind olyanok, amelyeket az önkormányzat valamikor teljes felelősséggel, jó szívvel, és azt gondolom a város lakossága érdekében vállalt fel, és ezt hangsúlyozom, mi sem szeretnénk megszüntetni. Tehát úgy kell végrehajtanunk valamilyen megoldásban a költségvetésnek a csökkentését, és az intézményrendszerben a változtatások végrehajtását, hogy az a színvon, amit elértünk, ez ne csökkenjen, ne változzon. Ezután is lehet és van a kulturális élet, lehet zenetanulás is, működhetnek az intézmények is, legfeljebb másként és más számú aktivistával, más számú foglalkoztatottal. Mert a tavalyi év során is felmerült az a kérdés, hogy 160 fővel, közalkalmazotti fővel igencsak felduzzadt a pécsváradi közintézmények foglalkoztatottjainak száma. Magyarul valószínűleg le kell építeni ebből. Az elmúlt évben ez nem volt véleményem szerint túlságosan drasztikus, az idén mi várható? Hát a válasz elég nehéz, és hát a kérdésfeltevés viszont teljesen indokolt. Én azt gondolom, hogy ha a kormányzat úgy gondolja, és már pedig így gondolja, hogy a közszférában Magyarországon 10-20%-kal több ember dolgozik, ezt én azt gondolom, hogy ki lehetne jelenteni felelősen, fent azokban a nyilatkozatokban, amikor ebből a költségvetés szóba kerül, hogy igenis a közintézményeknél és ott, ahol az önkormányzatok ezt indokoltnak látják, ott létszámcsökkentést kell végrehajtani, hiszen más alternatíva nincs. Én azt gondolom, hogy ez lenne a helyes megoldás az országos kommunikációban, akkor talán a helyieknek is egy kicsibe, ha nem is lenne könnyebb a dolguk, de talán lelkiismeretében az ember másképp közelíteni meg ezt a dolgot, hogyha azt látná a helyi közalkalmazott, hogy ennek az egész létszámcsökkentésnek az alapvető oka az ország gazdasági helyzete, az a koncepció, amelyet a kormány és az országgyűlés kitalálta a közszférában dolgozókra, így Pécsváradra is természetesen. A nagyságrendjét, mert arra kérdeztél rá, hogy ez milyen nagyságrendű lehet, én azt gondolom, hogy intézménye válogatja, és valószínű a kötelező, nem kötelező feladatok besorolásában az önkormányzat is kénytelen lesz differenciálni, és elsősorban azokon a helyeken történik ez meg, ha megtörténik, ahol a nem kötelező feladatok jelentkeznek, hiszen azért az oktatás az egy olyan szféra ifjúságunk érdekében is, és ezt az országgyűlés, a kormány is így preferálja, amelyben igen,
figyelmesen, de igen mértéktartóan kell belenyúlni. Én azt gondolom, hogy ezt tüzetes átvilágítással lehet megtenni egy-egy intézménynél, amelyet vagy az önkormányzat tesz meg, vagy egy külső szakértő, vagy szakértői csoport, de ez az átvilágítás azt gondolom elkerülhetetlen, mind az intézmények, mind az önkormányzat megnyitatása céljából. Nézzük egy kicsit a fejlesztéseket. Ebben az évben, illetve a következő évben van egy 25 milliós tartalék, ez mit célt szolgál? Az elsősorban azoknak a már beadott pályázatoknak, vagy a beadásra kerülő pályázatoknak az önerejét, amelyre még azt tudom mondani, hogy a 25 millió reményeink szerint nem lesz elég. Tehát miről van szó? Beadtuk a Tanuszoda pályázatát a belügyminisztériumhoz, bizakodunk benne, hogy elnyerjük ezt a támogatást, annak önmagában ennyi az ön része. Beadtuk az általános iskola 21. század iskolája programban a 70 millió forintos pályázatunkat, annak is 10 milliónál több a nagyságrendje az ön részének. Ugyanakkor készülünk beadni, hiszen említettem már talán a riportban is, hogy az északnyugati városrész a Csigergödör Mosó, tehát az a volt régi városrész területén szennyvízhálózatot szeretnénk építeni. Annak az önrésze az előzetes becslések szerint mintegy 50 millió forint, de ezt 3 évre biztosítja, ha elnyertük a pályázatot a kormányzat. Én azt gondolom, 3 év táblatában az 50 milliós nagyságrendű önrész viszont kezelhető lesz majd, de mindenképpen meg kell próbálni ezeket a feladatokat megcsinálni. Hát ezekhez önerőből képtelenek vagyunk, még a közelébe is jutni. Ebben az évben viszont azt elértük, hogy minden egyes ilyen programunkhoz elkészültek a tervek. A tervek költségei sem voltak kevesek. Én azt gondolom, a tervezés után a kivitelezés következik, ez így volt az előző ciklusban is, és bizakodunk benne, hogy ezeket a céljainkat, én most csak a nagyokról beszéltem, legalább egy-két vonatkozásban, amit talán nagyon-nagyon szeretnénk, 3-ról beszélünk, de ha 2 sikeredik az elkövetkezendő években, én azt gondolom, akkor is a lakosság és az önkormányzat is elégedett lehet. Fejlesztési kiadások rovatban 2 jelentős tétel szerepel, még az egyik a Városi Könyvtár épületének felújítása. Erről az elmúlt adásban már beszéltünk, hogy pályázati pénzről van szó. Voltak éppen a megfelelő önerő hozzátételével történik a felújítás. A másik jelentős tétel 13 millió forint a szippantó jármű beszerzése. Kicsit furcsán néztem ezt a sort, miért van szüksége Pécsváradnak szippantó járműre? Mivel csak önkormányzat pályázhatott erre a járműre, ezért Pécsvárad város önkormányzata vállalta fel azt, hogy beadja a pályázatát, hiszen mi vagyunk a legnagyobbak, még a város területén és a Dombaitó környékén rengeteg olyan hely van, ahol magának a járműnek Pécsvárad vonatkozásában is indokolt lenne a beszerzése, de nem ezért történt alapvetően a járműre való pályázás, hanem azért, mert a Fiziközmű Kft. 6, illetve évvégétől 9 település szolgál ki még a környékben, ahol az Engővárkony kivételével nincsen csatorna. A társfe települések polgármesterei szorgalmazták a járműnek a beszerzését már több éve, és ez a jármű alapvetően ezeknek a céloknak fog megfelelni. A szennyvíztelepünk napi kapacitása szippantott szennyvízre 50 köbméter, ezt az a jármű ki tudja szolgálni, természetesen a pécsvádi igényeket is, és még egy fontos dolog volt, ez a jármű Pécsvád önkormányzatának önrész vonatkozásában mintegy 5 millió forintról van szó, nem kerül pénzbe, ezt az a Víziközmű Kft., amelyik 6 településen gazdálkodik és működik vízszolgáltatást, szennyvízszolgáltatást lát el, gazdálkodja ki, nem is 1 év vonatkozásában, 2 év vonatkozásában az önrészt, ami mintegy 5 millió forintos nagyságrend. Tehát ha jól értem, akkor voltak éppen itt most csak egy adminisztratív mondhatni trükkről van szó, csak az önkormányzat pályázhatott ezek szerint. Igen, de azra legális lehetőség van, hogy ezt a járművet az önkormányzat az általa működtetett szolgáltatónak 10 éves bérletbe átadhatja. Polgármester úr, mikor lesz költségvetés a városnak? A költségvetése február végén lesz, elfogadott költségvetési koncepciója viszont van már. Tehát az a testületülés, amelyikről most beszélünk, az ülés végén mínusz 47 millióval a realitásokat értékelve és látva elfogadta a költségvetési koncepciót. Ami most történik, az az, hogy ezt nem fogadjuk el, már értékében nem fogadjuk el, a koncepció elfogadásra került, de 47 millió forintos mínuszba senki sem tud belenyugodni, én magam sem. Tehát a feladat az, hogy a város költségvetését olyan helyzetbe hozzuk, hogy ez a nagyságrend vagy nulla legyen,
legyen, vagy nulla közelében legyen. Természetesen az volna a nagy vágy, hogy még jövő évben is beszélhessünk arról, hogy ne adj Isten 10 millió forint pénzkészlettel zárunk. Ennek én megmondom őszintén, esélyét nem látom. Én azt remélem, és ezt szeretném ígérni a város lakóinak is, hogy az intézményrendszerünk változatlanul, ugyanolyan formában és ugyanolyan minőségben, és ezt hangsúlyozom, bármilyen változtatás történik is az intézményrendszerben, a minőség rovására ez nem mehet. Lehet úgy dolgozni, kevesebb emberrel is, hatékonyabban, hogy semmi sem változik a hatékony vagy a működés minőségét tekintve. Ezt szeretnénk megcsinálni. És a másik az, hogy emellett azokat, amire rá is kérdeztél, vagy esetleg befutó pályázatok lehetnek még, azokat a pályázatokat, azokat a beruházásokat végrehajtani. Én azt gondolom, hogy az senkit nem nyugtathat meg, Pécsváros önkormányzatát sem, engem meg pláne nem, hogy az intézményrendszerünk működik apróbb cseprőbb gondokkal, és utána a városban semmilyen beruházás nem történik. Ha ez lenne, akkor azt gondolom, hogy az önkormányzatra mint olyanra nincs szükség. Az intézményekkel azok önkormányzat nélkül is tudnak működni, csak adja valaki nekik oda a pénzt. Na, ennél többet gondolunk. Mi azt gondoljuk, hogy kicsit feszített helyzetben, feszített körülmények között, említettem azért a 120 milliós változást, azért az nem kevés dolog, de változatlan formában és hatékonysággal és még beruházással együtt fogunk dolgozni 2004-ben is, beruházásokkal együtt, beruházásokat végrehajtva fogunk dolgozni a 2004-es esztendőben. Hát bízunk benne, és én nagyon remélem, hogy az intézményi rendszer és a fejlesztések mellett még jut egy kis pénz egyéb területekre is, civil egyesületek és különböző kulturális csoportok támogatására is. Hát most már azért sok mindenről beszéltünk, amire be kell osztani a pénzt. Természetesen senki sem gondolja azt, hogy a pécsvádi civil egyesületeknek a működését abban a nagyságrendben, amiben ebbe támogattuk, esetleg ne támogatnánk. Természetesen itt is előfordulhatnak szigorítások, hiszen ha máshol karcsisítünk, akkor itt is visszafogottabban kell biztosítani a pénzt. De azokat a dolgokat, amelyeket Pécsvárad lakossága és az önkormányzat is értéknek tart Pécsvárad esetében, tavaszi fúvos fesztivál, Szent István napok, leányvásár, én azt gondolom, ezeknek akkor is meg kell történni és meg kell bonyolítani, ha a költségvetésünk olyan, amilyen első olvasatban, mint amiről az előbb beszéltünk. Köszönöm szépen, hát remélem értetted a mosolygásomat a civil egyesületekbe, beleértettem a televíziót is, úgyhogy remélem, hogy jövőre a városi televízió is működni fog. Most azonban nézzük tovább a testületülés történéseit. Maradva pénzügyeknél, valamennyiünket érint a vízdíj. Hogy döntött erről a testület? Hát meglehetős hosszas előkészítés és vita után nagy-nagy többséggel, de úgy döntött, hogy vízdíj emelést a testület semmilyen vonatkozásban, sem szennyvíz, sem lakossági víz és sem a közéleti vízdíj esetében nem gondol változtatásba, viszont bevezett egy úgynevezett rendelkezésre állósi díjat, amely fogyasztási helyenként havonta 200 forint lesz. Ez családoknál, négy személyes családoknál egy szerény emelést jelent, olyan helyeken, ahol esetleg nem egész évben használják a vizet, kicsit erősebb emelésről van szó. Ezt hangsúlyozom, azok a már szóba került energia és egyéb emelkedések indokolják, amelyekről már beszéltünk, itt energia, gáz, hát mind a kettő energia. Megpróbáltunk azért a vízdíjban már arra is tekintettel lenni, hogy még sok minden más emelkedik a lakosság részére, mint például a 800 forintos súlyadó 1200-ra emelkedik kormányzati intézkedés folytán, ugyanakkor a lakosság ugye mégiscsak Pécsvárad önkormányzatától fogja majd megkapni a gépjármű adóról szóló értesítést, és ez mint egy 50%-os emelés lesz már, tehát egy 10 mázsás autó esetében 8000-ről 12000-re emelkedik a gépjármű díj, tehát látjuk, tudjuk a lakosság terheit, és ezért is próbálunk minden olyan emelésben a legszerényebb mértéket megragadni, amelyben még van rá lehetőség, de azért azt is látni kell, hogy az önkormányzatot is sújtják az egyéb jellegű költségek. Hogy egy példát mondjak, például a szemétszállítási díj is több mint 10%-kal emelkedik a Biokam részéről, amelyet ugye hát Pécsvárad esetében beleértünk a kommunális adóba. Jó lehet, ennek a kettőnek egyébként semmi köze nincs egymáshoz. Ez egyébként egy igen jelentős tétel, én néztem itt a költségvetés kiadásait, ha jól emlékszem, kb. 10 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat a lakossági szemétszállításhoz.
Igen, a szemét szállítás és kezelés ez meglehetősen nagy összeg. Az elmúlt évi 2003-as évben ez 7,2 millió volt, a következő évben 8,6 millió körülbelül, amit tulajdonképpen csak a szolgáltató emelt meg. Ugye ezen kívül van az a dolog, amelyet mi végzünk el, ugye a házaktól elvisztük a nyesedéket és az egyéb dolgokat, és van egy szeméttelep kezelési költség is még, ami jelentkezik. Én most már abba nem is mennék bele, hogy fűnyírás és egyéb dolog. Tehát a kommunális adó sajnos Pécsvárt esetében nem elégséges a kommunális szolgáltatásokra, messze nem elégséges, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a kommunális adóhoz nem, vagy szerény mértékben fogunk csak hozzányúlni, mert az előbb elmondottak szerint a lakosság terhelése, én úgy látom, hogy 2004-ben ugrásszerű lesz, és ezt talán-talán helybe kell a legjobban tolerálni. Még egy mondat erejéig térjünk vissza a gépjárműadóhoz. Itt van az önkormányzatnak differenciális lehetősége, vagy pedig az állam meghatározza a beszedhető összeget? Ez kifejezetten állami döntés, itt nincsen differenciális lehetőség. Itt a 800 forint, ami eddig volt, az megállapítható lett volna 800 fölötti összegbe is. Most egyértelmű, ez 1200 forint se alá, se fölé nem lehet menni. Tehát az önkormányzatnak erre befolyása nincs. Annyi van az önkormányzatnál marad ez az összeg, de azért mégiscsak a lakosságot 50% plusszal terheli. Tehát az 50%-os plusz adóemelést jelent a gépjárműadó vonatkozásában. Köszönöm szépen, és most a pénzügyek után térünk át egy talán picit vidámabb témákra. Az elmúlt héten két fogadásra, találkozóra került sor itt a polgármesteri hivatalba. Az egyik a művészekkel, a másik a vállalkozókkal. Hogy sikerült ez a két rendezvény? Én azt gondolom, hogy az fontos, hogy találkozzunk ezekkel az emberekkel, egyrészt a művészekkel, másrészt a vállalkozások vezetőivel, vagy tulajdonosaival, vagy magukkal, a vállalkozókkal, azok egyszemélyesek, és ismerkedjünk meg azokkal a véleményekkel, melyet ők alkotnak meg a város életéről, és illetve mi is elmondjuk azt, hogy hát mi történik majd az elkövetkezendő évben. Én azt is fontosnak tartom, hogy ezekkel a dolgokkal, ami most itt elhangzott talán a riport kapcsán is, először ismerkedjenek meg a pécsvári vállalkozások, hiszen a pécsvári vállalkozások 1300 munkahelyet biztosítanak, 1300 embernek adnak munkát, tehát tudják azt, hogy az önkormányzat, ha küzd, akkor milyen gondokkal küzd, ha vannak eredményei, milyen eredményei vannak. A hozzászólások száma, mivel a művészeké, az egy szűkebb körű találkozás, ott talán az asztal körül is megtörténik, ez mind ahogy most is megtörtént, mindez ideig is így volt. A másiknál eddig voltak hozzászólások, most nem igen volt hozzászólás a fórumon, de az azt követő önkormányzat által rendezett sejényfogadáson viszont már azért megnyílt mindenki, és elmondta a véleményét arról, vagy elmondta azt, amit szeretett volna, és ennek viszont nagyon örülünk. Polgármester úr, köszönöm szépen, marad a végére szokásos kérdésünk, hogyan tovább, illetve mikor lesz a következő ülés. Azt tudom, hogy ma, mikor a riport készül, 8-án ismét lesz egy összejövetel a bizottsággal. Összeül-e még idén a testület? Összeül az idén a testület, én bízom benne, hogy december 22-én ülünk össze. Bízom benne, hogy addig ez a bizottság, amelyik egy adhok bizottság, tehát ilyen bizottsága nincs az önkormányzatnak. Az öt bizottsági elnökből, alpolgármester úrból és jó magamból áll, ez egy 7-tagú bizottság, és igyekszünk szerintem 22-ig sikerül is egy olyan javaslatot tenni az önkormányzat elé, amely tovább tárgyalható, tovább beszélhető. Én azt gondolom, ha szükségesek intézkedések az önkormányzati szférában, akkor azokat minél előbb meg kell tenni, még ha az nagyon fájó is, hiszen minden óra, minden perc pénzbe kerül, és az önkormányzat jövői költségvetése pedig azt hiszem a legfontosabb, ami önkormányzati szférában történhet, annak a rentabilitása. Most pedig váltsunk egy kicsit könnyedebb témára. Mikulásváró koncerteket rendeztek az elmúlt héten a zeneiskolában. December 3-án a részfúvósok, 5-én pedig a legkisebbek, az iskola előképzősei mutatták be hangszeres tudásukat a közönség előtt.
A Virágos Gondozott Pécsváradért mozgalomról, akcióiról korábbi adásainkban már tudósítottunk önöknek. A mozgalom vezetője, Bőz Bernadett, egy rajzpályázat keretében ezúttal a legkisebbek ötleteire volt kíváncsi. Néhány perce zajlott le annak a pályázatnak a díjkiosztója, mert én játszóterem címmel hirdettetek meg a pécsváradi gyerekeknek. Légy szíves, néhány mondatban értékelt a pályamunkákat. 36-an küldtek be pályázatot, elsősorban rajzos pályázatokat, egy valaki volt, aki csak írásban pályázott, de a legtöbb rajz mellé mellékeltek a gyerekek szöveges magyarázatot. Gondolom azért, mert ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát játszóteret térben ábrázolni, ne adj Isten még embereket is rá, ez egy kifejezetten nehéz rajzos feladat, és talán azért írtak magyarázó szövegeket, hogy pontosan az derüljön ki a rajzból, amire ők gondoltak az elkészítésénél. Ezeket a szövegeket érdemes elolvasni, egyrészt nagyon aranyosak, másrészt ott derül ki az, hogy hova szánták ezt a játszóteret, és innen rengeteg ötletet meríthetünk. Nagyon ötletgazdagok voltak annak a kitalálásában, hogy hol lehetne még Pécsváradon játszóteret létrehozni. A sportcsarnok melletti terület jött szóba, volt, aki az új telepre, úgy mondom, hogy új telepre, ahol most alakulnak a házak, tehát három legújabb utcánk területére szánta a játszóteret. A Mukhegy tövébe, tehát a Szent Gellért utca közepére is terveztek játszóteret, vagy az iskola udvarára is, tehát rendkívül gazdagok voltak az ötletekben. A Dombai tó is szóba került, igen, ez is egy fontos helyszín. Én a rajzokat elnézve úgy látom, hogy a gyerekek nem csak a helyszínt illetően, hanem magát a játékokra vonatkozóan is igen nagy fantáziára tettek szert. Miket találtak ki voltak éppen? Hát fantasztikus játékokat, tehát látszik, hogy itt is őket kell megkérdezni, hogyha játszóteret akarunk csinálni, nem nekünk kell kitalálni, hogy mi legyen. A különböző csúszdáktól, pörgő-forgó szerkezetektől, a kötéllel megközelíthető fa tetején lévő várig mindenféle szóba jött, mindenfélét lerajzoltak. Volt, aki máshogy szerzett tapasztalatait rajzolta meg, tehát látta már valahol ezt a játékot, de nagyon sok olyan van, ami tényleg az ő fejük, fantáziájuk szüleménye. A fantázia egy dolog, mennyire megvalósíthatóak ezek? Biztos, hogy van, ami megvalósítható közülük, tehát ebben biztos vagyok. Volt egy olyan pályázat, aki kifejezetten ezt az gördeszkás és biciklis ugratókat, ilyen ügyességi pályát terveztek. Ők nagyon-nagyon konkrét tervekkel, méretekkel, ellátott tervekkel pályáztak. Az biztos, hogy kivitelezhető. A többi az pedig, én azt hiszem, egy ügyeskező mesterember mindent meg tud csinálni. Bori Gábor személyében egy szakember is tagja volt a zsűrinek. Ő hogy vélekedett a pályamunkákról? Hát nagyon lelkes volt, köszönöm szépen neki ezúton is, hogy részt vett ebben a munkában. Nagyon lelkes volt, őt is elsősorban ez a hihetetlen fantázia gazdagság ragadta meg. Mi lesz a pályamunkák további sorsa? Egyáltalán megvalósíthatóság szempontjából mennyire befolyásolják ezek az önkormányzat döntéseit? Én azt hiszem, hogy ötletforrásként lehet őket felhasználni. Tehát ha anyagi lehetőségeink megengedik, területet biztos, hogy találunk, akkor ötletet lehet meríteni ezekből a munkákból. A pécsi Simple English együttes nagy sikerű koncertet adott december 5-én este a Művelődési Központban. Az együttes számos hazai és külföldi koncertet adott, és már többször járt Pécsváradon is. Az angol népzenét játszó együttes ezúttal új CD-jét mutatta be az 50 fős közönség előtt. Dreszki Katalin köszöntőjében elmondta, hogy immár hagyományossá váltak a népzenei estek a Művelődési Házban, és a jövőben is lesznek hasonlóak. Az együttes vezetője, Andy Rose, már több mint 10 éve él a szomszédos Martonfán, és a Pécsi Egyetemen tanít angol irodalmat. A koncert különlegessége volt, hogy a pécsváradi Ferenc Gábor is közreműködött vendégzenészként egy közös szám erejéig. A műsor után a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat által szervezett tejaház keretében finom teák és aprósítemények mellett beszélgethettek tovább a jelenlévők. Most pedig lássunk egy kis ízelítőt a koncertből. Kitty along, the boy, the groom, 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 the groom,
Pécsváradi Polgári Kör által szervezett Beszélgetések a Zengő Aján című rendezvénysorozat keretében december 3-án Bánfi György, Kossuth Díjas színművész volt a kör vendége. Beck József kötöntő szavai után a bevezetőben a művész az életéről, munkásságáról beszélt a közönség előtt. Honnan indultam? Egri vagyok, egri családokból származom, mert édesapám, édesanyám családja is egri. Édesanyám az ottani színháznál volt a városnak a lelke és a színháznak a lelke. Talán akik a Valamit visz a víz című filmet látták, mostanában többször ismételi a televízió, azok emlékeznek rá, a Jávor Pál által játszott halásznak a feleségét játszotta. Karádi Katalint fogták ki a vízből, ő volt, aki Valamit visz a víz, stb. Hát ő ott üsténkedett, szegény, drága, jó édesanyám. Édesapám közigazgatási jogász volt, és Heves megyének volt az egyik első számú vezetője. És aztán egy érdekes változás történt az egész család életében. Mi ott Egerben boldogan éltünk, gondoltuk, míg meg nem halunk. Egészen addig, amíg Teleki Pál, aki akkor miniszterelnök volt, egyszer nem látogatott le Egerbe, és hát apám természetesen ott kellett, hogy legyen a hivatalos fogadáson, és valami közjogi, államjogi probléma merült föl, éppen Heves megyével kapcsolatban, és akkor a főispán, aki ugye talán emlékeznek még itt egy ilyen ketten a régi konstrukcióra, hogy volt a megyei köznemesség, meg közbirtokosság által választott alispán, és volt a főispán, akit a mindenkori kormány küldött oda ellenőrnek, vagy nem tudom milyen hát fontos szerepnek. De hát ezek általában nem politikusok voltak. Itt is az történt, hogy fölmerült ez a probléma, és a főispán oda intette apámat, hogy fiam, te ehhez biztos jobban értesz, mondd el, hogy itt mi a helyzet. És apám, aki mind a mellett, hogy kiváló jogász volt és államtudor, amellett nagyon szép ember volt, sokkal elegánsabb és szebb formátumú, mint én.
és kiváló szónok volt, és ott rögtöntött egy 6 perces vagy 7 perces előadást, hogy itt ez a probléma, és ez lehet a megoldás, kérjük miniszterelnök urat, hogy ehhez segítse hozzá. Teleki hallgatta, nem szólt egy árva szót se, és egyszer csak jött egy futár Pestről, akkor még motorbiciklivel jártak az állami futárok, apámat kereste, hogy menjen fel a miniszterelnök úzol. Na nem akarom tovább húzni a dolgot, lényeg az, hogy időközi képviselő választás volt akkor esedékes, és apámat kérte a Teleki Pál, hogy vállalja el, mert ahogy látja, ő így biztosan nyerni fog, így is történt, meg is nyerte a választást abban a körzetben, és akkor Teleki maga mellé emelte közjogi és közigazgatási főtanácsadónak, ő készítette elő a törvények egy részét, stb. Így, ezt csak azért meséltem el így, mert így kiderült, hogy én bennem az igazi öröklési törvényrend teljes igazolására mind a két vonal egyesült, mert hiszen lassan 50 éve színészkedem, és ebből 10 kerek esztendő kemény politizálással telt el, amire nagyon büszke vagyok, és amit életem valóban legfontosabb eseményei között tartok számon. Különösen furcsa módon az 1988-as, 89-es esztendőt, tehát azt a két utolsó évet, amikor a akkori utolsó kommunista parlamentben, mint ritka madár, párton kívüli, aki kiverte a nagy ellenfelét, aki egy főnagycsalnik volt, nem akarom mondani a nevét, a választáskor, és ott nagyon sok mindent el tudtunk kezdeni, el tudtunk indítani. Így a politikusi vonal is működött az életemben, és a színészi vonal is működött, sőt működik, mert mind a mai napig számos előadásban vagy veszek részt, most mintha divatba jöttem volna, már most a anyaszínházam van, a József Attila színházon kívül még két színházban is állandóan meghívnak vendégszerepelni. Úgyhogy így ez az indulás, ami a kérdés volt, és a befejeződés, az összefonódás. Itt állok, ahogy Luther mondta, másképp nem tehetek. Utolsó tudósításunk már a közelgő ünnep jegyében készült. December 9-én a Möldési Ház nagytermében előrehozott karácsonyi ünnepséget tartottak a nyugdíjas klub tagjai. Advent van, a várakozás időszaka. Ilyenkor mindenki készülődik a karácsonyra, ami keresztény ünnep, és mindenkinek mást jelent. Az elmúlt klubnapon én azt kértem a klubtagságtól, hogy akinek van szép karácsonyi verse, éneke, története, az hozzá magával a mai összejövetelre és mondja el. Hárman vállalkoztak erre, három verset fogunk hallani, de mielőtt ők megszólalnának, a klubtagjaink, szeretnék egy történetet felolvasni önöknek, egy régi, háború után megjelent kalendáriumban találtam. Így történt. Szegényes ruhájú, hajlott hátú öregasszony nyitott be az egyházi hivatalba. Bátortalanul tekintett körbe. Látszott rajta, hogy nem szokta meg a hivatalos helyeken való forgolódást. Nincs rutinja az érvényesüléshez. Úgy is mondhatnánk, nem szerz egy gyakorlatot a törtetéshez. Biztos, hogy lelke sincs hozzá. Mikor megkérdezték tőle, mi állatban van, szerényen, szemérmesen felel. Egy kis adományt hoztam az egyházamnak, és azzal átnyújtott 20 forintot. Megilletődöttem vették át a pénzt, írták a hivatalos írás. Csend van a teremben, de a lelkek mélyén mozgás. A felvetődött kérdésekre néhány szóban felel a néni. Kibomlik feleletéből nehéz múltja és nehéz jelene. Hajnalban kell, késő estig dolgozik, nehezen keresi a kenyerét. Többen vannak a hivatalban ügyes-bajos dolgaikat intéző emberek,
Egy hölgy csodálkozva szegezi a kérdést a szegény asszonyhoz. Hogy tud mégis adni, és ennyit adni? Halkan felel a néni, erőtlen szava, mégis mázsás súlyt hengerít a szívekre. Ön is tudna, ha akarna. Mindannyian tudunk adni valamit embertársainknak, csak akarat kell hozzá. Nem feltétlenül pénzre gondolunk, és főleg ilyenkor a várakozás időszakában, hanem elég egy jó szó, egy simogatás, egy látogatás a rég nem látott rokonnál, egy kis vigasztalás, és már is reményt öntünk olyan emberek szívébe, akik ezt elvárják. És így vagyunk mi itt a klubban is. Csak akarni kell, és örömet tudunk szerezni egymásnak. Nem mindig pénzben kell gondolkodni. A szeretet mindennél többet ér. És ezekkel a gondolatokkal kívánok én önöknek nagyon szeretetteljes, békés karácsonyvárást és karácsony ünnepeket. Mindenki abban a körben, ahol a legtöbb szeretetet tudja adni és kapni, legyenek azok unokák, gyerekek, házastárs, vagy egy közösség. Tiszta szívemből kívánom, hogy békésen, boldogan töltsék az ünnepeket, és az azt következendő új esztendőt is. Most pedig megkérem Böröc Erzsikét, hogy mondja el a versét. Föl-föl szállom magasba, fohászom, hő imám, s tudom, válasz jön arra, amit szívem kíván. Mit advent sző titokba, karácsony végzi be, sok árzát szív kipattan, megnyitja az ige, s még angyalének hangzik, dicsérve áldva őt, sok szív a korba hajlik az Úr Jézus előtt. Emelje hát a lelkem dicső hit és remény, szívem marad csendben, szent ott bent idején. Most már, hogy itt állok, kikészül belőlem valami, szeretném, ha meghallgatnák, meghalljátok. Egy történetet mondok el, egy igaz történetet, ami velem történt, és a klubunkkal. Szeptemberben voltunk elkirándulni Szlovákiába, és ellopták a pénzemet. Nem volt sok, de ahhoz, hogy elvegyék, ahhoz sok volt. Hát gubbasztva ültem az autóbusz hátuljába, és egyszer csak megjelent lábon, két lábon a szeretet előttem egy borítékkal, ezekkel a szavakkal, hogy Őrzsike, tudjuk, hogy nem kenyérgondodban, de minnyáján szeretünk, és összegyűjtöttük neked a pénzt, hogy ne szomorúan gondolj vissza erre kirándulásra. Hát ez olyan dolog volt, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak. Elfogadjam, hogy mit kell ebben a helyzetbe tenni. Elfogadjam, vagy ne fogadjam el. Elfogadtam, vettem rajta egy órát a falra, ahányszor oda nézek, a szeretetet látom benne, amit én akkor kaptam. És azért akartam ezt elmondani, hogy ilyen a mi klubunk, ilyen szeretetteljes. És ezzel be is fejezném Pál apostolnak a korintusi 13 levelének az utolsó soraival, hogy azért maradjon meg a hit, remény, szeretet, és ebben legnagyobb a szeretet. Mert én azt kaptam mindnyájatoktól, és nagyon-nagyon köszönöm. Most imád.
nekem oltalmadat. Nézd rám, nézd rám, ó, könyörgök, szegény szívem vigaszra vár. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Legközelebb, december 20-án, vasárnap este 19 órakor jelentkezünk. Adásunkban felvételről közvetítjük a Zeneiskola karácsonyi hangversenyét. Egy jó szó, más nem kellett volna, tudod, s most együtt lennénk. Mikor világít a fán, az a gyönyörű gyertya, s az áhítat hangja a csendben él. Mégsem az igazi, valahogy mégis úgy volt szebb. De hát mit tegyek, az ember néha nagyon gyerek. Csak egy gazember kölyök, aki mindig szeret. Csak egy gazember kölyök, aki nem mindig nevet. Csak egy bohém gentri kölyök, kíván szép ünnepet neked.
csak egy gazember kölyök, aki mindig szeret, csak egy gazember kölyök.